Sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit Tatáról, és akkor most fogjuk bejárni az egyes nyomvonalnak a régi nyomvonalát, Tatabányáig, az innen kb. 10 km. És hát ott a másik oldalt kezdődik, de csak kicsivel arrébb, úgyhogy itt majd át kell menni a túloldalra, itt a felüljárón. Ugye ez azért mégiscsak egy vasúti fővonal. Itt mászkálunk át a sineken, ahol 160-ban van az átmenő vágány. És itt van Tatai vasútállomás az utcafrontról. És hát itt még megegyezik a két nyomvonal, mert gyakorlatilag Tatáig épült anno új nyomvonal. És egyébként elég sok helyen itt fedi is egymást a kettő. Tehát itt nem a teljes szakaszon történt nyomvonal korrekció, csak részletekben. Ezt nézzétek, itt a régi nyomvonal, csak nagyot kellett kerülni, mire itt vissza tudtam jönni, de majd elmegyek arra, mert állítólag vannak ott maradványok bent az erdőbe, alapozódva a szelvénykövek, és most valami jönni is fog. Egyébként itt haladunk a töltésen. Ezt írták, hogy itt lesznek felvénykövek. Most majd végig sétálok, ameddig lehet, aztán meglátjuk, mennyit találok. És bizony itt van a 837-es szelvénykő. És bizony ez itt a régi nyomvonal töltése. És bizony itt volt a régi nyomvonal, ez a régi nyomvonal átelesze. És itt ment tovább erre. És hát ott a távolban már visszatért az új nyomvonalra. Úgyhogy itt azért még valameddig elmegyek, hát ha találok valamit. Tessék, 300 méter bozótharc után megvan a 834-es szelvénykő is. Itt folytatódik a töltés, és Tóváros-kert megállóhely fele itt. Hát itt gyakorlatilag a másik mellett van. De majd ott jön a dzsumbúj. És ez bizony a régi nyomvonal, csak a felére, ez került a zajvédőfal. És ott ment tovább, de ott se tudom követni, mert ott a zajvédőfal. Megint, tehát itt majd be kell menni egy mellékutcába, és úgy, amennyire lehet a nyomvonalat. Na ezt nézzétek, itt volt valaha a töltés, ezen a környéken, és itt ment tovább. Csak hát itt ebbe a bozótosba elég nehéz lenne követni. És itt a dzsungelnek a vége. Amikor lehetett, itt jöttem. Ez volt az egykori töltés, de semmi nyomot nem találtam. És errefele folytatódik tovább. Hát nem valószínű, hogy bármit is fogok találni, de hát majd megmutatom, ha mégis. Ez sajnos egy ilyen terep lesz. És itt már egy kicsit kitisztult a terep. És errefele tovább. Hát itt egész tiszta a nyomvonal, de azóta se találtam semmit. És megnézitek, ott a túloldalt is van a töltés tetején is egy vágány, az volt az egykori téglagyári iparvágány. Hát úgy tudom, hogy már azt se használják, így ránézésre is tisztadosta. És akkor nézzünk el erre. Hát itt tovább nyomvonal, hát innen már nem lesz olyan egyszerű követni. Elkészült az új nyomvonal, a régi magas töltésen volt, az újat meg bevágásba tették. És innen jöttünk, még mindig a nyomvonalon vagyok. Bár itt már azért egyre nehezebb előni, hogy pontosan hol ment. De valahol errefele. De hát itt úgy eltüntették, mintha soha nem lett volna. Itt viszont a térkép azt jelzi, hogy itt valahol a távolba így ráment a mostani nyomvonalra, és aztán a túloldalon folytatódik a régi, úgyhogy hát, itt átmegyek az iparvágányra, az legalább járható, vagy legalábbis járhatóbb, mint itt a gaz. És akkor úgyis ott kell majd menni.
És akkor az iparvágányon. És itt van a, ez lehetett a téglagyár, bizony. És itt az, az iparvágány kapuja, hát szemlátomás már nem használják. Itt viszont legalább tiszta az űrszelvény, még amennyire. Hoppá. Ó, valami nagyon jön. Hát nem a legjobb hely, és még ellenfényes is, de ezt megvárom. Na. Na, ilyen az, amikor már közeledik a vonat, de még nem haladod. Még nem látod, hogy szilipelnek a sinek, na. Na. Na látjátok, ez az, hogyha ilyen szilipelő hallod, hallasz, miközben a sinek közelében vagy, akkor azonnal aki ki az űrszelvényből, mert másodperceken vonat is ott lesz. Ezt még jóval hamarabb is lehet hallani, még a vonatot nem is látod, de a cilipelés már lehet hallani. De hát nyilván ez azért mégis egy nemzetközi fővonal, és ráadásul az egyetlen, ahol 160-ra van engedélyezve a sebesség, úgyhogy itt nem jó sétálni rajta. Hát akkor alig mentem egy percet, és itt a következő vonat. Ez fővonal, így sűrűn jönnek. Tehát itt most a térkép azt mutatja, hogy most vagyok a régi töltésen, és egyébként ebben lehet is valami, mert itt ez a vágány, ezt már a térkép nem jelzi, tehát téglagyár iparvágányt jelezte valameddig. Tehát elképzelhető, hogy valóban itt vagyok már a régi nyomba töltésén, és ezt a vágányt hagyták meg még így az iparvágánynak a részeként valameddig, de ez a régi nyomvonalhoz tartozott. És valószínűleg eredetileg innen ágazott ki a téglagyár iparvágány. Hát ezt nem tudom, hogy de sehogy lehetett. De minden esetre most akkor megyek itt, mert máshol úgyse tudok. És akkor hamarosan megérkezek Tóváros-kertre. Sőt, már itt is van. Hoppá, és megint jön valami. Mi nem látom, de hallom, hogy valami jön. Na. Hát egy Intercity. És itt lesz mindjárt Tóváros-kert megállóhely. És ez bizony már Tóváros-kert, és ezt nézzétek. Itt az iparvágány. És bizony, hát... Hát ezen már biztos nem fog jönni vonat. Eddig van meg a vágány, itt felszedték. És ez valószínűleg ez egy ilyen... friss ilyen egy-két éves történet lehet iránézésből. Tudom, utoljára 2010-ben jártam itt Tóváros-kerten, de akkor nem jöttem ki a peron végéig. Úgyhogy nem tudom, de szerintem valameddig még lehet, hogy meg lesz ez a vágány utána is. Csak itt ezt a környéket szedték föl, mert itt valakinek nagyon útba volt. Viszont a régi nyomvonal is itt ment valahol szerintem még, majd valahol később át fog ugyan térni a másik irány, ugye a másik oldalra.
itt menne a régi nyomvonal, az aljvédőfal, meg a mostani közel, csak itt nem lehet követni, úgyhogy majd vissza kell menni itt is, egyébként itt is csak egy mellékutcán tudtam ide bejönni. Szerintek a régi nyomvonal az ott ment, itt benne az erdőben, nem tudom, be tudok-e oda menni, de mindjárt próbálom. Na, hát valószínűleg az volt a régi bevágásnak, hogy a régi átereszt nyoma. Nem, már jól látszik, hogy ez volt a töltés, és itt ment el, és itt távolodik a mostani vonaltól. Akkor egyébként megint jön valami, na ezt megnézzük. Na, csak egy föl. Értek, jól látszik a töltés. De semmi nyoma nem maradt. Itt valamiért úgy eltakarították a régi nyomvonalat, mintha ott se lett volna. Nincsenek se oszlopcsonkok, se szelvénykövek, semmi. Hát elég. Itt viszont már eléggé bozótos lesz. Egyre nehezebb már haladni a nyomvonalon, de még nem lehetetlen. Itt jött a régi nyomvonal, és így gyakorlatilag itt egybeesik a mostanival. Tehát itt már nem lehet tovább menni, itt majd szerintem lemászok ide, itt van egy tampája, amit most éppen nem használnak. Szemlátomás, ez egy rutinpálya, egy egyenes aszfalt, úgyhogy majd lemászok ide. Aztán majd azon sétálok el addig a felüljáróig. Hát és itt a felüljáró alatt. Így gyakorlatilag már a két nyomvonal megegyezik. Úgyhogy amit tudok csinálni, az, hogy elmegyek mellette. Na, itt van még egy graffiti. És vértes szőlősön. És itt viszont a régi nyomvonal az itt ért el. Utól, de csak minimálisan. Szerintem kicsivel alatt szerintem, és nagyjából itt. Utána viszont a bányáig gyakorlatilag 90% felett van az átfedés az új meg a régi között, úgyhogy sok gyakorlati értelme nincsen végig sétálni, majd azt a vonatból megmutatom, hogy itt ért egy szőlősen felszakmondata, és majd azt mutatom a bányáig, de azt nem érdemes végig járni. Azt nézzétek, ott ment a régi nyomvonal, és ez az egy átereszt maradt meg belőle. Aztán egy kicsivel később meg áttél a másik oldalra. De ezt majd a vonatról fogom megmutatni. Meg 5 perc múlva fog jönni egy személyi vonat a délibe, úgyhogy én elmegyek azzal. És ez a vértes szőlősi állomás épület. Vagyis hát ez megállóhely, nem állomás. De nem semmi. De hát látjátok, azért van ennyire távol a sinektől, mert a régi nyomvonal az itt ment előtte. Ennyi látszik a átereszből. És hát közben a szél is feltámadt. De hát akkor innen. A régi nyomvonal bejárás az ennyi lett volna egyébként. Itt egy darabig megy tovább, és ott már megint egy darabig átfedésben az ujjal, és aztán utána meg a másik oldalt lesz, de egy konkrétan teljesen mellette megy, de még azt sem biztos, hogy ott végig lehet járni. Ja, mert szerintem egyrészt még be is épült. De azt majd a vonatról megmutatom, de akkor itt most az ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok! És még videózok majd az ablakból, ahogy tudok erről az oldalról. És mindjárt megérkezik a személy, de még fenn van a sorompó, úgyhogy még ráérünk. De hát a következő az egy óra múlva menne, és egyre hidegebb van, úgyhogy ezt most nem fogom megvárni.